A műsorszám termék tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a köztér. 17 igen szavazattal nagy arányú többséggel fogadta el Székesfehérvár testületet a város 2024-es évi költségvetését. Több mint 90 milliárd forint sorsáról döntöttek a képviselők. Erről eltünk szót, és a, nyilván a költségvetés részleteiről a stúdiónk vendégével Cserpakvics András polgármesterrel. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, hogy beszélgethetünk a költségvetésről, a városunkról, és természetesen külön tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Ha röviden kéne jellemezni, akkor, akkor mit tudná elmondani a költségvetésről? Összefoglalóan szerintem ez a költségvetés kifejezetten a stabilitásról, a biztonságról szól, mind a városüzemeltetés, mind az intézmények működtetése vonatkozásban, mind a közszolgáltatásokra, ha gondolunk, mind pedig a fejlesztésekre. És tudtuk ezt a költségvetést úgy elfogadni, megalkotni a mai nap folyamán, hogy nem kell, hogy fölvegyünk hitelt, sem éven belül, sem éven túli hitelt, tehát a város adósságállománya továbbra is nulla forint. Ezzel ellentétben van egy jelentős tartalékunk, ugye ez egy kb. 9 milliárd forintos összeg, amiből 3 milliárd forint olyan tartalék, amihez kapcsolódóan elmondhatjuk, hogy szinte szabad pénz, tehát a város a jövőben ennek a felhasználásáról majd dönthet, de az elmúlt évek tapasztalat azért arra vezetett bennünket, hogy továbbra is legyen ilyen tartaléka az önkormányzatnak. Tehát ez egy normál év, optimista költségvetése, de nem túl optimista költségvetése, hiszen például a bevételeknél a tavalyi bevételekkel számoltunk, miközben persze azért titkor reménykedünk abba, hogy a növekedés az hoz majd mondjuk bevétel növekedést is, de azt majd, hogyha megérkezett, akkor majd hónapok múlva, vagy az év második felébe, vagy jövő év elején arról újra tud dönteni a közülés. Most e tekintetben konzervatív, egyébként pedig egy óvatos optimizmus az, ami megjelenik ebben a költségvetésben. Leginkább a világ folyamatai azok, amik kiszámíthatatlanok, és az elmúlt években megtapasztaltuk akár a pandémia időszakára, akár az energiakrízisre, az energiára brutális növekedésére gondolunk a tavalyi esztendőben, jó rávilágított arra bennünket, hogy igenis az a korábbi stratégia, hogy legyen tartaléka a városnak, és hogy ne legyen adóssága a városnak, hogy ezt a kettőt, mint cél fontos, nem csak kitűzni, hanem meg is valósítani. Úgyhogy ez egy ilyen, ilyen költségvetés. Könnyebb volt ezt most összeállítani, mint mondjuk az elmúlt két évben? Tavaly nagyon nehéz volt, hiszen 2022 nyarán, amikor, amikor egyik pillanatra, a másikra sokszorosára nőttek az energiaárak, akkor ennyi intézménynél, ennyi ingatlannál, ennyi vállalatnál szükségképpen ez egy óriási költségnövekményt is eredményezett, és bizonytalanok voltunk, hogy ez hogy fog hatni 2023-ra, és abban is bizonytalan voltunk, hogy a helyi gazdaság, a vállalkozások, akik ugyanígy elszenvedték ezt az óriási energia növekményt az árakban, hogyan fogják tudni ezt kezelni, és mennyire tudnak ehhez alkalmazkodni, mennyire tudják az áraikba a világban ezeket érvényesíteni, hiszen a Fehérvár ipar jelentős része 85-90%-a exportra termel. Tehát itt nyilván láncok részei nem volt egyértelmű, hogy ezt hogy lehet majd elszámolni. A 23-as év sokkal jobban sikerült a gazdaságnak itt Fehérváron, mint előzetesen maguk a szereplők is ezt gondolták volna. Ez nyilván növelte a város városbevételeit, közben az energiárak azért valamennyire csökkentek, bár közel nem ott vannak, mint két évvel ezelőtt, de azért alacsonyabb szinten vannak most, mint tavaly ilyenkor. Ezek a folyamatok mind-mind abban az irányban mutattak, hogy ezt a költségvetést egy kicsit könnyebb volt megalkotni. Egyébként ez mindig több hónapos folyamat, tehát az előző esztendő ősz eleji időszakában kezdjük a tervezését a következő év költségvetésének, és így jutunk el ebben az esetben február 15-éig, hogy azt a közgyűlés megtárgyaltat. Nagyon örülök, hogy hogy nagy többséggel szavazta meg, sőt, a, aki a vitát látta, az, az, az mondja, egy nagyon korrekt szakpolitikai egy vita, egyáltalán jellemző nem választási volt. időszakra jellemző vita volt, ezt után is szeretném megköszönni ezt valamennyi képviselőtársomnak, függetlenül attól, hogy milyen pártállású, természetesen aznak a 17 képviselőnek külön, akik megszavazták a költségvetést, és vállalták ezért a, a felelősséget, de a négy baloldali képviselőn is azt láttam, sőt, ugye több tekintetben meg is dicsérték ezt a költségvetési tervezetet, hogy talán szívük szerint meg is szavazták volna. Egy ilyen politikailag nehéz időszakban ez persze biztos nehezebb lett volna az ő részükről, de összességében ezt egy korrekt vitának tartom. Szerintem értelmes dolgok merültek fel a jövőre vonatkozóan is, hogy milyen területeken, hol érdemes gondolkodni a városnak további előrelépésekben. Úgyhogy szerintem ez most egy, egy, egy olyan helyi közéleti esemény volt, ha lehet így fogalmazni, ahol azért ezek a képviselőhölgyek és urak azt bizonyították, igenis, hogy ma abszolút a városért dolgozott mindenki. Nem kell mindenben egyetértenünk, szerintem egy demokráciának része a vita, akkor, hogyha az egy érdemi vita is előre visz. Én ezt ma ezt tapasztaltam a, a testületülésén. De még egyszer külön köszönet azoknak a képviselőknek, akik ezt a költségvetést elfogadták, hiszen ezzel lehetővé tették, hogy amit a költségvetésben szerepeltetünk, azt meg is tudjuk valósítani. Például a béremeléseket, amik azért most nagyon sok embert, nagyon nagy arányban bérelnek. Ez mekkora összegszerűségében? Ez jóval több mint egy milliárd forint, amiről itt beszélünk. A béremeléseknél van, amit ebből a magyar állam finanszíroz, ugye van egy kis uniós forrás is, ugye a pedagógus béremelés tekintetében, de nagyon sok olyan elem van, amiről a, a, a város döntött. 10%-os béremelés van a vállalati szektorban minimálisan, ezt valahol az állam finanszírozza, van, ahol az önkormányzatnak kell finanszírozni. A teljes intézményi körben tudtunk egy elég jelentős kafetérő emelést megvalósítani és eldönteni, hogy nettó 117 ezer forint volt tavaly, ez most 250 ezer forintra nőtt, azért azt gondolom, hogy ez egy ez jelentős. tényleg jelentős emelés. Kiterjesztettük a hűségjutalom rendszerét, ugye a szociális szektorba vezettük be. Pár évvel ezelőtt aztán ezt az óvodára, bölcsödére kiterjesztettük, és most pedig a, a többi ágazatra, a kulturális ágazatra, illetve a háttérintézményeire is, a, az önkormányzati szektornak. Szerintem ez is egy fontos előrelépés. Továbbra is tudunk nagyon sok embernek adni bérkiegészítést, és félretettünk egy olyan költségvetési tartalékot, ami azt a célt szolgálja, hogy néhány hónap múlva, amikor látjuk, hogy mely területek azok, akik egyáltalán nem részesültek állami támogatásból megvalósuló béremelésből, és melyek azok a területek, ahol viszont ilyen megtörtént, akkor az, ahol ez, ez, ez nem volt, vagy nincsen idén, ott megpróbálunk még valamilyen bérkiegészítést. Igen, vagy egyfajta felzárkóztatást? Valamit szeretnénk így megvalósítani, hogy tavaly csináltunk egy ilyet az év vége fele az önkormányzati szektorban, vagy egyszerű 100 ezer forintot adtunk akkor mindenkinek ilyen szép kártyás juttatásként, és most ennek valamilyen változatát szeretnénk még tavasszal nyáron eldönteni, és ezeknek a, ennek a személyi körnek átadni. És egyébként a, a vállalati szektornál is, ugye most is egy önkormányzati vállalat, Nál ülünk és beszélgetünk, és a, ugye a 10 15 százalék a, a béremelés, az informatikánál 15 a többieknél alapvetően 10 azzal, hogy bizon benne, hogy év közben még tudunk ezen a területen is lépni. Itt mindig azt kell megvárni, hogy, hogy, hogy milyen bevételek vannak, és azok hogy alakulnak a városnak. Hogyha azok jól alakulnak, akkor szerintem az év második felébe tudunk újra lépni. Az a cél, és a költségvetés ezt alá is támasztja hogy minimum egy, mini, egy, egy uh, mi, reálbér emelés mindenkinél történjen. Ugye a tavaly esztendő mindenkinek na, nagyon nehéz volt, uh, hogy ahhoz képest idén reálbér emelkedésről tudjunk beszélni az intézményi szektorban és a vállalati szektorban egyaránt. Meglátjuk, hogy ebből mit kell a városnak finanszírozni, mi az, amit az államtól megkapunk. Az állami normatívák azok jelentősen uh, emelkedtek, ugye most már bőven több mint 11 milliárd forint az, ami normatívára és ehhez kapcsolódó működési támogatásra érkezik az államtól. Szolidaritási hozzárulás valamennyivel több mint 8 milliárd forint az iparüzési adó és az építményadó adó a csökkentés mellett is meg fogja haladni az összbevétel tekintetében a 30 milliárdot. Talán ezek a legfontosabb számok. Ugye a 90 milliárd forint fölötti főszeg az egy Egyébként még mindig nagyon szép összeg, de valamennyivel kevesebb, hát ugye mint a egy évvel ezelőtt. Úgy? Igen, tavaly 104 milliárd forint volt, de ugye tavaly még a nagy fejlesztések elején jártunk, vagy még el sem indultak. Ugye ezek, ahogy a finanszírozás megtörténik, nyilván a költségvetésből már kikerülő tételek, bevételi és kiadási oldalom egyaránt. Én magam egyébként egy-két évvel ezelőtt azt hittem, hogy jobban vissza fog esni a főszeg ebben az esztendőben, de szerencsére ez nem történt meg, de igazán nem a főösszegnek van fontos üzenete, hanem inkább a saját bevételek alakulásának, az pedig szerencsére jól alakult. Minden nehézség ellenére is 2023-ban. Azt nem tudjuk számolni, hogy mennyi volt ennek az inflációból következő része, a és mennyi volt a, a teljesítmény, magyarul a alapgazdasági növekedés része, hogy erre kell néhány hónap, hogy ezt most ebben az esztendőben, ahol az, itt az infláció már jóval alacsonyabb, szinten van, mit mutatnak a, a számok, amik ugye általában magas dolgok, mint általában a tények. Ugye bevételekről már ejtettünk szót, meg a főszegről is. A fejlesztéseket említette, hogy ugye ez egy stabil, de az innováció-fejlesztés költségvetése is, amit elfogadott a képviselőtestület, milyen nagy fejlesztésekkel számolnak, illetve erre honnan lesz forrás. Több mint 30 milliárd forint fejlesztésről beszélünk, ez azt hiszem, hogy szintén ez egy a nagyon jelentős... szép és jelentős összeg. És elég jelentős arányban, összegben, több mint másfél milliárd forinttal tudtuk megnövelni az önkormányzati saját forrásból megvalósuló beruházásokat a tavalyi évhez képest, ez szerintem szintén jelentős, és jóval több mint három milliárd forintért a vállalataink is fejlesztenek, tehát az még ebbe az összegbe nem is szerepel. Az élet minden területén is, minden városrészt érintően lesznek fejlesztések, útépítések, közműfelújítások, ugyanúgy, mint folytatódik az iskolaépítési program, az intézményfelújítási program, ugye, ami az IBLI nevet viseli, Sára Gyula program, ami a közműfejlesztési program. Úgyhogy ezek a beruházások az mondom, nyilván ennek a, a költségvetésnek is a fókuszában vannak. Azt tudni kell, hogy az Európai Uniós, forrásokból megvalósuló fejlesztések azok kifutottak. Ugye a 2020-ig tartó programozási időszakkal nekünk 2023. december 31-ig kellett lezárni, 2024. január 15-ig elszámolni, ez mind a kettő határidőben megtörtént. Viszont ez azt is jelenti, hogy jelenlegi költségvetésben Európai Uniós forrás nagyságrendi értelemben szinte alig van nem belemembe a vitába, hogy, hogy, ki hogyan felelős ezért, azért azt szeretném megjegyezni, hogy én nem tudok semmi arról, hogy Székesfehérvár ne teljesített volna mindent, amit az Európai Unió fele vállalt volna. Akár a korábbi források felhasználása, akár a piacok megnyitása, akár a munkaerőpiac szabad mozgásának biztosítása. Sőt, hát minden ellenőrzésnél pozitívan át is ment. Így van, tehát én úgy érzem, hogy Fehérvárnak ezek a pénzek járnak, és remélem, hogy ebben az esztendőben ezeknek a pénzeknek egy része már meg fog érkezni. De ez még nem tud szerepelni ebben a költségvetésben. Évközben, ha ezek a kiírások megtörténnek, a város pályázati forrásait le tudja hívni, akkor értemszerűen a módosításokba, a költségvetésbe fogjuk ezeket emelni, be is fogunk erről számolni. És akkor összességében, hogyha jól értem, mondhatjuk azt, hogy ha lesznek ezek a források, akkor gyakorlatilag lesznek felszabaduló eszközök is a város számára. Ez pontosan így van, növekszik a lehetőségünk, akár a, a közszolgáltatások színvonalának további emelésére, mondjuk például a közösségi közlekedésben be tudjuk vezetni a ma, ma eldöntött hálózat és bővítés második ütemét, amit nagyon sokan várnak, vagy akár egyéb beruházásokat, fejlesztéseket el tudunk indítani. Mindahogy egyébként gyakorlatilag a költségvetés végrehajtása az elkezdődött már a mai nap, hiszen azok után, hogy a költségvetést elfogadtuk, elfogadtuk a vállalataink üzleti terveit is, amelyek nyilván összefüggésben vannak a költségvetéssel, és elindítottunk új fejlesztéseket is, hogy egyet említsek, mondjuk a Vasvári Gimnáziumnak az új épület tömbére vonatkozó építésre, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást is elindítottuk ma. Régóta vár már a város erre, hogy a Tóparti Gimnázium felújítása már a végéhez közeledik, elkezdődött a, a Kodolányi felújítása, és most egy újabb, nagyon neves és nagyon szép múltra visszatekintő, és bizony nagyon jó minőségi paramétereket produkáló iskola felújítása is és bővítése is elkezdődhet hamarosan. Igen, hiszen ahogy említette, ez az új épületét tartalmazza. Van, tehát a, hogy nem a, a régi végét... felújítása. Igen. Annak a közbeszerzése már folyamatban van. Ugye ez teljes egészében Modern Városok program keretében valósul meg, és teljes egészében a magyar állami költségvetés finanszírozza. Ugyanúgy, mint a multicsarnokot, aminek ugye a használatba vétel engedélyét megkaptuk, hamarosan át fogjuk tudni adni, vagy mondjuk a, a kórház új tömbjének építését is, ami ugyanúgy ennek a programnak a részeként valósul meg. Ugye említette azt is, hogy ö, ö, folyamatosan zajlanak az egyeztetések a ö, buszmenetrenddel, az új ö, buszmenetrenddel kapcsolatban, a, amiről döntött is ma a képviselőtestület. Ezzel együttesen, hogyha jól számoljuk, olyan 3 milliárd forint körül összeget fordít már a város a közösségi közlekedésre? Ez pontosan így van, meg fogjuk közelíteni a 3 milliárd forintot, ebbe beletartozik a mostani hálózat és menetrendel kapcsolatos összes költség, és bizony ennek a bővítésnek a költsége. Eszközfejlesztésben is gondolkodunk, amik ugye a online és digitális technológiát a buszokra helyezett eszközökön keresztül már Tudni fogják, ez szerintem nagy segítség Volánnak is egyébként, nagy segítség az önkormányzatnak, hiszen nagyon sok adatot, információt kapunk az utazási szokásokról, de nagyon-nagyon komoly lehetőség magának az utasnak, aki mondjuk például a telefonján fogja tudni követni, hogy az autóbusza, amire ő vár, az mikor érkezik, hol tart, esetleg hamarabb jön, és így nem fogja lekésni. Tehát nyilván ezek, ezek abszolút jövőbe mutatóak, viszont pénzbe kerülnek ezeket a város finanszírozza, a költségvetés pedig az ehhez kapcsolódó fedezetet tartalmazza. Ez tartalmaz egyébként járó csűrítést is, megmondjuk azt, hogy például könnyebb legyen elérni akár a kórházat, vagy akár intézményeket? Ez pontosan így van. Kiszolgálja a multicsarnokot, illetve az albaipari zónát a Budai út irányából. Kiszolgálja emellett azokat a városrészeket, ahonnan eddig mondjuk a kórház, vagy a vasútállomás nem volt közvetlenül megközelíthető. Esti, késő esti járatokat vezetünk be. A késő esti járatok azt teszik lehetővé, hogy valaki a színházban mondjuk végez, akkor utána még mindig bőven 10 óra után is tudjon buszra szállni és így hazamenni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez tényleg egy nagyon szép bővítése a hálózatnak, hogy közel 300 kilométerrel bővítjük. Ja, ez azt hiszem, hogy nagyon, nagyon szép. Nem nagyon tudok őszintén szóval olyan várost, amelyik adót csökkentett volna, és a közben a közösségi közlekedését pedig fejleszteni és bővíteni. Örülök, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ez abszolút a helyi adóbevételből kerül finanszírozásra, tehát alapvetően a helyi vállalkozások és az ott dolgozó emberek erőfeszítései eredménye az, hogy ezeket egyszerre tudjuk megcsinálni, adót is csökkenteni, de közben szolgáltatási színvonalat növelni, például az autóbuszkos közlekedésnél. Nyilván ezek olyan fontos kérdések, amik az itt élőknek a mindennapjait, a közvetlen életüket is érintik, és hát általában ilyen kérdések merülnek fel, amit önhöz címeznek a székesfehérváriak. Most is készültünk ilyen összeállítással, tekintsük meg az első riportcsokrot, amit Rába a készített. A romkertnél az az út, ami van, ott nagyon össze vannak törve ezek a járólapok, már szinte baleset veszélyes, hogy van-e tervbe, hogy azt megcsinálják, és hogy mikor. Ez az egyik. A másik pedig itt a, a bíróság előtt nagyon szépen meg vannak csinálva az utak a bejövő utak, de ott a lámpánál az a kör rész az ott nagyon ocsmány, hogy egyáltalán azt a kis részt, azt miért hagyták ki akkor, amikor az utakat megcsinálták? Elégedett vagyok, polgármester úrral főleg, meg minden a önkormányzati képviselő asszony, én mindenkivel beszélek, és odafigyelek a városi híradó napi nézője vagyok az informálódás szempontjából, mert azt nagyon megnézem, hogy mi újság, hogy van. Úgyhogy különösebb nekem, nekem, nekem nincsen. Megmondom őszintén, hogy itt régóta, vagy itt érettség, itt vagyok Fehérváros régóta, és itt a belváros területén, úgyhogy én elégedett vagyok. Akkor, amikor megválasztották ki Tihamér után, nagyon nagy elvárással voltam fele szembe, de nem hittem volna, hogy ilyen csodálatos dolgokat művel Székesfehérvárra kapcsolatban, úgyhogy továbbra is jó egészséget, jó munkát, jó munkatársakat és eredményes Fehérvár fejlesztést kívánok. Hát nagyon szépen fejlődött a város, és én mindenféle híreket meghallgatok, úgy, gond, úgy érzem, hogy nagy támogatottsága van. Hogy miért van ilyen forgalom az égbolton reggelenként, hogy miért jár ennyi repülő a város felett. A kerozin az, az káros, károsabb, mint, a, mint az autó, amit kipöfög. Ezt már meg akartam kérdezni a polgármester úton, mert ha én kinézek az emelete, olyan forgalom van, hogy iszonyatos én nem értek hozzá, hogy nem lehetne, hogy ne a város fölött menjenek a repülők. Lehetne kicsit több szórakozó hely szerintem, már hogy látná több dolgot is csinálni. Például nekem a bowling mondjuk hiányzik, hogy bezárták, de ennyi. Hát először is köszönöm szépen a kérdéseket, a dicsérő szavakat természetesen külön, már csak azért is, mert úgy hangzott el, hogy a munkatársaimnak is. A jó egészséget kívánok, és ezt kiemelném, hiszen ez mindig egy csapatmunka, polgármester semmi más, mint egy csapatnak a, a kapitánya. Beszéltünk a költségvetésről, ott is rengeteg embernek a hivatalba, intézményeknél, vállalatoknál a munkáját dicséri mindig egy költségvetési összeállítás, úgyhogy örülök, és nagyon jól esett, hogy a munkatársakat is így megemlítették, mert tényleg jár nekik a, a dicséret. A, ami a, az utakat érint, ugye a bíróság előtti szakasz vonatkozásával ott egy, egy csomópont átalakítási tervünk is van, ezért készültek így a, a, a tervek, azt külön szeretnénk ö, ö, kezelni, de nincs elfelejtve, és szeretnénk ö, annak a felújítását is ö, elvégezni, mindahogy például a Múri út felújítását szeretnénk majd ö, ö, továbbvinni a Mártiroknál, ugye a második ütemet is megcsinálni, nyilván ez mind-mind terv, a Bakony utcát megépíteni, megint csak visszautalok arra, hogy miért lenne fontos, hogy az Európai Uniós források megérkezzenek, és miért szükséges ahhoz, hogy a város e tekintetben is fejlődni tudjon. A romkertnél lévő Kis szakaszra, úgyhogy hangzott el, hogy majdnem, szinte balesetveszélyes, nem, abszolút balesetveszélyes. Teljesen most ezen a télen végképp tönkre ment ott a kövezet. Ugye egy kiemelt műemléki környezet, tehát nem lehet annyira gyorsan beavatkozni. Teszem hozzá rögtön, hogy sajnos, mert nagy szükség lenne rá. A kollégák már dolgoznak rajta, bízom benne, hogy el fognak készülni a tervek, és utána a beavatkozást azt el tudjuk indítani. Nem lesz anyagi akadálya a költségvetésben már számoltunk azzal, hogy, hogy ezt a szakaszt fel kell újítani minél hamarabb. Remélem, hogy viszonylag gyorsan el lehet ehhez jutni, és arra nem is beszélve, hogy mégis csak a Nemzeti Emlékhely melletti útszakaszról van. De ezek a költáblák sajnos nagyon elkoptak, eltöredeztek, és, és bizony könnyű ott megbotlan arra. Kérem különösen az időseket, hogy, hogy, amikor arra sétálnak, akkor, akkor vigyázzanak, megpróbáljuk ezt minél hamarabb rendbe tenni. Annak mindig Említsük meg, hogy nagyon kell örülnünk, hogy egy fiatal mondja el, hogy ő, hogy látja a várost. Egyébként a hőnek mondom, hogy szoktam ilyet hallgatni saját gyermekeimtől is, úgyhogy ismerem a, a problémát. Azt a bulinkpályát nem a város működtette, hiszen az egy magánvállalkozásként működött. Egyébként jól ment, tehát nem piaci alapon történt a megszüntetés, mi pontosan a hátterét nem ismerjük de remélem, hogy hamarosan ott vagy máshol, de, de, ez újra nyílik, hiszen fiataloknak is, de egyébként családoknak, Családok munka, is munkahelyi közösségeknek szerintem egy nagyon jó szórakozási forma. A többi szórakozó helynél pedig alapvetően az egy, egy vállalkozás tevékenység, Ugye mi ott tudjuk segíteni például a Petőfi Kultúrtanszék, vagy mondjuk a Fezen, eh, ahol, ahol erre szükség van, illetve pont a Fezen mellett van Kovács Antaléknak egy terve egy, egy, nagyobb klub megépítésével, létrehozásával kapcsolatban. Szerintem van rá társadalmi igény a fiatalok részéről is, de a, a kicsit régebb volt a fiatalok részéről is, akik ugyanúgy szokták mondani, hogy szeretnének időről időre elmenni táncolni, és ehhez kapcsolódó helyet szeretnék, hogyha valahogy kialakításra kerülné, és ők elérhetnék. Tehát szerintem itt vannak piaci rések. Egyébként, ha az Egyensúly Intézetnek a, arra az ominózus kutatására visszautalunk, ami ugye 53 indikátor alapján Fehérvár szerencsére több kategóriában is hát az első győztesnek hozta. és hozta, de ott, ott, is megjelenik szerintem néhány olyan szám, ami alátámasztja, hogy itt kereskedelmi vállalkozási üzleti alapon is lenne értelme ilyen helyeket létrehozni. Úgyhogy én arra biztatom a vállalkozásokat, hogy, hogy ezt tegyék, tegyék meg. Ha ebben valamit a város tud segíteni, akkor állunk rendelkezésre. Van egyébként a fiatalok számára egy egy ötletünk a bőrgyár területén, ami, ami egy kifejezetten tinédzsereknek, középiskolásnak létrehozó, létrehozandó ilyen klubszerű helyet biztosítana. Remélem, hogy lesz rá pályázati forrás, és ezt a következő években meg fogjuk tudni valósítani. A repülőkre viszonylag kicsi ráhatása van a, a városnak, ugye nyilván légifolyósokról beszélünk, hogy azért a repülő nem tud így menni a települések között, de ugye egy Nyilván ahol ezek a repülők Fehérvár fölött mennek, tekintett, hogy nincs ilyen értelemben repülőterünk, azok nyilván minden olyan távolságot, szabályt betartanak, ami alapján ezeket a légifolyósokat engedélyezik, és, és ezeket igénybe lehet venni, vagy használni lehet. Tehát én azt hiszem, hogy ennek azért a város mindennapjai tekintetében érdemi hatása szerencsére nincsen. Ez volt az első kör, és akkor jöjjön a következő összeállításunk a a kérdéseivel. Fákozon lakok, de ö, szerintem nagyon szép a város, nekem nincsen semmi bajom. Ide járok a Herman Lászlóba, szóval ö, gyakran vagyunk fellépni is meghívva a Vigadozók zenekarral. Ö, és amúgy szerintem tök jó, minden szép és tiszta, és ö, örülök, hogy minden közel van innen a belvárosból. Kedves városom, gyönyörű! Én 80-tól 86 -től itt laktam Hát ahhoz képest, ahhoz képest óriási a fejlődés. A buszközlekedés, hogy Feketehegyre nem menne be bizonyos utcába a buszok. Ez probléma az ott lakóknak. Édesanyám is ott akik a az utcába, és van most 77 évesen sokat kell így gyalogolni. Én nagyon-nagyon szeretek itt élni. Mi három éve költöztünk ide Budapestről, és nagyon elégedettek vagyunk mindennel, és bízunk benne, hogy a jövőben is hát minden ugyanilyen lesz, vagy esetleg még egy picit jobb. Épült nagyon sok ipari létesítmény a hetes bevezető út mellett, és ezeknek a lapos tetős épületeknek, valamint stadionoknak a tetejére elfelejtették előírni a napelemes rendszerek telepítését, mert a zöldet kiirtották, az épületek helyén már nem nő, se fű, se fa, semmi, de legalább a napenergiát használták volna föl, akkor valami, bocsánat, környezeti haszna lenne ennek. Én úgy gondolom, hogy nincs elég hely a szórakozásra, és szerintem ez bővülhetne a helyek száma, hogy minél többen el tudjanak menni több helyre. Nos, hát itt is változatos kérdések merültek fel és vélemények. Mm, megint csak kiemelném a, a fiatalokat, akik kérdeztek vagy véleményt formáltak öröm, hogy azt látom rajtuk, hogy szeretnek itt élni és szeretik Fehérvárt. Ez mindenképpen egy fontos visszajelzés, mutatja az életminőség javulását is, és azt, azt, a reményt is keltheti bennünk, hogy van esélyünk arra, hogy megszólítsuk őket hosszabb távra is, hiszen egy másik, hogy pedig éppen azt mondta, hogy pár éve költöztek ide Budapestről. Szerintem ez egy jó döntés volt, örülök, hogyha jól érzik magukat, és otthonra leltek Székesfehérváron. Szórakozó helyekre előbb reagáltunk, talán még azt érdemes hozzátennünk, hogy ugye létezik a Városi Diáktanács, ami szervez diákoknak programokat, nem utoljára a Diákbált például nagyon nagy sikerrel. Őket is érdemes megkeresni a diákoknak, hiszen, hiszen onnan jön ötlet, akkor azt meg tudjuk vizsgálni, és olyan, amit meg lehet valósítani, akkor az abban szívesen nyújt a fiataloknak segítséget az önkormányzat. Az ipari épületeknél ilyen típusú előírás nem, nem adható még Magyarországon, tehát nem írhatjuk elő, egyébként ráadásul az építési igazgatási hatáskör már nem a városnál van, hanem a kormányhivatali struktúrában, tehát mi ilyen előírással nem élhetünk. De azért annyiban védeném a vállalkozásokat, hogy egyre több ilyen lapos tetőt használnak ki a napenergia érdekében, és telepítenek oda napelemeket. Én magam is több ilyen kiserőmű átadásán voltam, az elmúlt hónapokban, és nagyon sok olyan ipari üzemről tudok, aki pedig 2024-25-ben fogja ezt a beruházást megvalósítani. Szerintem egyre több tetőn ott lesz a naperőmű. A stadion tetején is van egyébként, ráadásul onnan még az esővizet is összegyűjtjük, és az tisztítás után egyébként szolgálja például a sóstó élővilágát tehát ott önmagában nagyon különleges klímavédelmi, környezetvédelmi, technológiai felhasználás is létezik. Az új csarnoknál pedig ugyan nem látszik maga a napelem, viszont eleve gáz nincs be az épületbe, eleve hőszivattyús rendszer van, sőt, ott a, a hulladék energiát használjuk, és abból fűtjük és hűtjük a csarnokot. Tehát az már ilyen energia tudatosan. Ez, ez, ez épült. már ennél is egy modernebb technológia, köszönhetően a tervezőknek és a kivitelezőknek, akik nagyon szép és hasznos munkát végeztek. Egyébként ez önmagában a, a, a csarnok működési költségeit is csökkenti, tehát ebből a szempontból is van jelentősége, és van jelentősége azért is, mert, mert nyilván klíma- és környezetvédelmi célokat is szolgál. Ugye a zöld terület arány fejváron nem csökken, hanem nő. Ezt azért szeretném fontos, szerintem, hogy hozzátegyük. A fa állomány folyamatosan bővül és folyamatosan növekszik. Nyilván az, hogy valaki a magántulajdonában lévő ingatlanul mit csinál, abba csak közvetetten van beleszólása az önkormányzatnak. Inkább talán a szemléletmód formálásban van, ez pedig a civil szervezetekkel, intézményekkel, hatóságokkal együtt közösen végezzük különös figyelmet fordítva a fiatalokra és a diákokra, hogy ők már úgy nőjenek föl, hogy ezzel a szemlélettel nézik a saját ö, környezetüket is. Hogyha már itt említett, akkor a Fehérvár tüdeje keretében most nagyjából hol tartunk a fásítás vonatkozásában? Szépen halad ugye az erdőtelepítési program is, újabb és újabb területek kerülnek ebbe bevonásra, hogy a vadex közösen végzi a Városgondnokság ezt a munkát. Ugye ez telepítést is jelent és fenntartást, gondozást is jelent. Emellett, ahogy pedig jövünk be a város fele, ahol nagyobb terület erre rendelkezésre ott a főültetés megtörténik, van, amikor ez önkometi forrásból, van, amikor állami támogatásból valósult már meg, uniós pénzből, és valósult meg egyébként helyi vállalkozások által tett felajánlásból ami szerintem szintén fontos. Idén is lesz egyébként ilyen, több vállalattal megállapodtunk már az idei faültetésről, a Városgondnokság pedig egyébként a faültetést el is kezdte, ugyanúgy, mint a tavaszi, előtavaszi munkákat is, tehát arány, és a faállomány is folyamatosan bővül a városban, de nyilván munkahelyre is szükség van, helyi adóbevételre is szükség van, ez pedig nem megy a vállalkozások nélkül. Ennek a jó egyensúlyát kell megtalálni, és hogyha ez párosul azzal, hogy maga a környezetünk is tud növekedni, a környezetünk is tud, Ülni, az pedig egyszerűen az élhetőségét javítja a városnak, mire azt tudjuk mondani, hogy jó Székesfehérváron élni. Szerintem jó ebben a városban élni. És tulajdonképpen összességében a költségvetés is ennek fényében született. Így van, hiszen környezetvédelmi alappal rendelkezünk, fásítási programokat fogunk tudni megvalósítani. Ugye befejeződött a Rózsaliget felújítása. Azt hiszem, hogy, hogy tényleg sok szép dolgot tudunk közösen megvalósítani, de fontos elmondani, hogy közösen megvalósítani, mert ez a mi közös otthonunk, magunknak építjük, magunknak működő köttetjük magunknak, fejlesztjük, és magunknak vigyázzuk, mert nagyon kedves volt az ifjú hőtől, hogy megállapított, hogy a város nagyon-nagyon tiszta, ennek örülök, főleg, hogy fiatal így látja, és csak rajtunk múlik, hogy az is maradjon, mert, mert a szemetet persze össze kell szedni, de a legjobb, ha, ha nem is dobjuk el, mert akkor odafigyelünk magára a környezetre, és ha már említettem, igen, akkor a Herman például sokszor szórakoztat bennünket, ad nekünk sok sok élményt, ami, hogy nagyon sok közössége ennek a városnak, mert ez legalább annyira fontos, hogy a város kulturális élete növekedni, fejlődni tudjon. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Ezt az adást is, úgy mint a többit, visszanézhetik a Fehérvár TV YouTube csatornáján. Viszontlátásra! Sorszám termék megjelenítés tartalmazott